A kapcsolódásom a táncszázmozgalomhoz, népzenelő táncmozgalomhoz, az nem volt kérdés, hisz én falun születtem, kalotaszegi Szucsák faluban, és mi az anyatejjel szívtuk magunkban népzenét, a népi kultúrát, tehát abban nőttem fel. A tanulmányaim során is olyan tanáraim voltak, mint Jagamas János, vagy Szenik Ilona, Demény Piroska, aki szintén a népzenében, a népi kultúrában igen jártasak voltak, és olyan magasra emelték ennek a szakmának a mércét, amit mi csak próbáltuk utánozgatni, vagy utolérni. A konkrét aktív bekapcsolódásom az akkor kezdődött, amikor beindult Erdélyben is a táncszázmozgalom, tehát 1977-ben a kolozsvári modellre, akkor székelyföldi városokban is elkezdtünk táncszázakat létesíteni, először is táncszáz zenekarokat. És én Székelyudvarhelyen éltem akkor, és természetesen nem volt kérdés, hogy megtanulok valamilyen hangszeren. Brácsás lettem aztán, mert az hiányzott tulajdonképpen, és ez kényszer volt, tetszik, nem tetszik. Én zongorista voltam 25 éves koromig, nem fogtam vonót a kezembe, az nem volt könnyű megmozdítani, de valamennyire sikerült, és így Székelyföldön, Székelyudvarhelyen létre is hoztuk az első táncszáz találkozót, ami 1978-ban volt, amikor sikerült egy érdekes típusú, teljesen más alapokra épített táncszáz találkozót, mint ami most Budapesten van. Nyilván nem lehetett külföldit hívni, erdélyi különböző tájéről hívtunk falusi csoportokat, tánccsoportokat, Szék, Vissa, Palatka, Szovát, Méra, Inak, Telke, de Kükülömentéről, Dombó, Királyfalva, Székelyföldnek számos, hiszen az közelebb is volt, Felcsík, Csíkszentdomokos vagy a gyimesi csángók, középlók, felsőlók, hidegségi néptáncosokat, népzenészeket hoztunk, de mindig volt nem ennyire ismert együttes is, mint Szilágyságból legalább egy-két csoport, vagy Szatmár megyéből, amelyek már úgy valahogy egy picit akkor kiestek a közvetlen táncházmozgalom úgymond hatásköréből, de erre odafigyeltünk, hogy minél több erdélyi magyar lakta, környezet is, tájegység is képviselve legyen. Hát Erdélyben is különböző ívei voltak a táncház mozgalomnak, és másképp is alakult, mint Magyarországon, mert Erdélyben miután megvolt az első nagy lelkesedés, és létrejöttek a több magyar településeken, magyar lakta településeken a táncszázak, táncszáz zenekarok és kisebb-nagyobb együttesek is. Viszont a nyomás olyan nagy lett a 80-as évek második felére, hogy azok a népzenészek, akik hivatásszerűen kívánták gyakorolni a magyar népzenét, vagy egyáltalán a magyar népi kultúrát, azoknak a legnagyobb része elhagyta az országot, és Magyarország, Németország, Svédország és a világ más pontjaira mentek. Egy adott pillanatban, a 80-as évek végén alig maradtunk egy háromtagú zenekarra való zenész teljes Erdélybe. Tehát ez megrányomta a bélyegét a mozgalomra is, természetesen elsatnyult, csak helyenként, ahol volt egy-egy ember, vagy egy vakmerő oktató, tanár, tanárnő, aki mert vállalkozni arra, hogy magyar néptánc csoportot hoz létre. Ilyen volt Kolozsváron is a brassai, a Köncei Csongorék által létrehozott iskola, ami mai napig is él. Ők már 80-as évek közepétől csinálták, de Csíkszeredában is Szalai Zoliék, Szalai Zoltán, közismert zeneszerző, meg népzenész is mozgatott ilyen csoportot, de ezek abban az időben mondhatni elszigetelt vállalkozások voltak. A 90-es évek nyilván nagy változást hoztak, bár nagy szegénységben is találtak, de szerencsére annak, hogy olyan emberek is
voltak köztünk, mint akár Kalos Zoltán, aki az alapítvány által a mai napig is már meghatározó szerepet játszik itt az erdélyi, és nem csak a Repedenecei magyar népművészeti oktatásban, itt beleértjük a táncot, népzenét, hangszeres népzenét, de népi mesterségeket, és szerintem minden, ami ehhez a világhoz tartozik. És újra lehetőség nyílt, nyíltan foglalkozni ezzel. Nagyon kevés volt a szakember, de hát létrejöttek a tánctáborok, erdély szerte tucatnyi nagyon rövid alatt, és akarva akaratlanul elkezdett már Erdélyben is egy jelentős szakértő gárda kifejlődni, és ma már olyan helyzetben vagyunk, hogy annyi oktatónk van, és annyi népzenészünk van, hogy mondhatni el tudjuk látni az erdélyi igényeket. Tehát azok a gyerekek, akik a 80-as, 90-es években gyerekként táncoltak, azok ma már oktatnak és kijárnak különböző magyar közösségekbe táncoktatást tanítani. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ezzel a mozgalommal egy akár forradalmi jelenség is járult le, hiszen egy teljesen más felfogás, másképp értékelte a magyar közösség erdélyszerte a néptáncot, a népzenét, és különösen hangszeres zenét. Az a fajta hangszeres zenét, ami most már természetesen, hogy milyen a mezőségi kalotaszegi széki muzsika, egy városi magyar ember Erdélyben, de nem csak Erdélyben, de én ezt ismerem jobban, kötelező módon románnak minősítette. Annyira már csak egy új stílusú, akár az operett világából hozott zenei anyagra mullatott már a városi magyarság is, hogy nagyon nem volt könnyű meggyőzni és bevinni a köztudatban, hogy ez a miénk, és mivel a román kultúra ezt még aktívan gyakorolta, ezért egyszerű volt azt gondolni, hogy ez biztos román, ez a zenei anyag, ez a tánc kultúra. Kalos Zoltán kezdeményezésére megalapítottuk a Kalos Zoltán alapítványt. Abban a pillanatban szinte egy időben vissza is kapta a válaszúti birtokot, és elkezdődött egy sok irányú fejlődés. Kezdetben csak néptánc, népzeneoktatás volt, aztán rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen a nagyon sok gyerek van szorványban, aki olyan falvakból egy-két magyar gyerek van, nyilván nem tud iskolát létrehozni, akkor létrehoztunk itt egy kollégiumot, múzeumot, ezt a népi mesterségek házát, ahol most vagyunk, és úgy gondolom, hogy itt a 25 év alatt egy csoda történt. Bár a Kárpát-medence bármelyik települése, bármelyik művelődési központja megirigyelhetné ezt a létesítményt, ahol mind anyagilag, mind szellemileg egy olyan központja lett nem csak a mezőségi magyarságnak, hanem a Kárpát-medencei magyarságnak.